Az egyik étrendkiegészítő termék csomagolására ragasztják fel a címkéket a dolgozók a tarpai üzemben. Az 1984-ben alapított élelmiszeripari vállalkozás egy profiltisztítás után kezdett el bérgyártásban foglalkozni a táplálék kiegészítők előállításával. A tavaly novemberben létesített tarpai üzemben pedig a termékek csomagolását végzik a dolgozók. A kézierős munkavégzést igénylő csomagolási tevékenységekre, a humán erőforrás megtalálására egyre nagyobb nehézségeket okozott számunkra, mivel hogy Veszprém megyében 3,2% alatti munkanélküliséggel számolunk, és elég sok üzem funkcionál a térségben, nehezen találtuk meg azt a humán erőforrás állományt, akivel a fejlődést le tudjuk követni, és ezért vetődött föl, hogy esetleg kárpátaljai magyarokkal, vagy a térségben dolgozó vagy nem dolgozó humán erőforrással próbáljuk bővíteni ugye a kapacitásunkat. A település polgármestere bízik abban, hogy Tarpa fejlődése nem áll meg, erre pedig a fejlesztési tervek jelenthetnek garanciát. Fontos lenne számunkra, hogy ez az elmúlt 3 hónap, amely felgyorsult ezzel a csomagoló üzemmel és az élelmiszeripari tevékenységgel, nagyon fontos lenne, hogyha egy ilyen 2000 négyzetméteres csarnokhoz hozzá tudnánk jutni, hiszen ezt a munkaerő igényt, a 80 fős munkaerő igényt, amely ugye elsődleges munkaerő piacról szól, fel tudnánk tolni 150-160 főre. És azt gondolom, hogy ezzel kezdenénk elérni a 2018-as évre azt, hogy a településen a közfoglalkoztatás mellett megszűnne a munkanélküliség, hiszen ez a cél, ezért dolgozunk. A gyárban tett látogatása alkalmával a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára hangsúlyozta, Tarpa térségében és a határ túloldalán Kárpátalján is számos lehetőség van a fejlődésre. Ehhez a kormány 3 évre 30 milliárd forintos támogatást nyújt az ukrajnai megyének. 2016-ban hirdettük meg Kárpátalja gazdaságfejlesztési programját. Ez egy hatalmas történelmi léptékű fejlesztés, mintegy 30 milliárd forintnyi kerettel gazdálkodunk, és a 3 év alatt, tehát 16-17-18 vonatkozásában kerülhet felhasználásra ez a keretösszeg, amelyből minden túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy Kárpátalját hosszú távon fenntartani képes fejlesztések valósulhatnak meg, elsősorban is az élelmiszeripar tekintetében, de természetesen azokat az ipari vállalkozásokat is nagy arányban támogatni kívánjuk, amelyek 1000 szám nyújtanak munkahelyet az ottani magyaroknak. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a Bedeco Kft. Nagy számban alkalmazott női munkavállalókat tarpai üzemében, ez pedig példa lehet a többi vállalkozás számára is. A női foglalkoztatás az különösen nehéz, hiszen nagyon sok vállalkozásnak kevésbé van szüksége nőkre, kevésbé van szüksége szakképzetlen női munkaerőre, és ezért is külön öröm számomra. Én bízok abban, hogy ez a példa, ez ragadós lehet. Tarpán a tervek szerint egy gyümölcsfeldolgozó is felépülhet a jövőben, amint egy 1,5 milliárd forintos beruházás megvalósításáról csütörtökön egyeztettek a kormány, a térség és a település képviselői.